Szeretettel köszöntök mindenkit a holokauszt megemlékezésünk alkalmával. Annak rettentően örülök, hogy újra össze tudtunk jönni egy év kihagyás után, és reméljük a programjainkat be tudjuk indítani újra. בלב אחד, עם אחד, בקוף אחד. שמע ישראל, עם אחד. Amit az előbb idéztem, a holokauszt után született dalnak a sorai. Ékes magyar nyelvünkön úgy lehet fordítani, egy nép, egy szív. Egy nép, egy test. Halljad, Izrael, hogy ez egy nép. Emlékező gyülekezet, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, egy év repült el úgy, hogy nem volt módunk találkozni, mert hogy tavaly ugyanilyenkor felvételről tudtátok és tudták megnézni a kiskunhalasi mártír megemlékezésünket. Több mint háromnegyed évszázad telt el úgy, hogy a mártír megemlékezés kilépett a medréből, de nem azért, mert nem kívántuk megtartani, hanem azért, mert védtük egymást. Sokunk már nem lehet itt. A mártír megemlékezéseinknek legfontosabb célja, hogy felidézzük, mi történt az 1940-es években. A történelem, az irodalom, és ezeken a tudományokon keresztül felelevenítsük az akkor megélt borzalmakat. A hitközség tagjainak a neveit, akiket láthattok majd a hátunk mögött, a mártír táblákon, hogy az ő emlékük mindig élő legyen, ne csak a kiskunhalasi zsidó közösségben, hanem a városban, a megyében, a szélesebb családunkban egyaránt. Valakinek ma csak a jelenlétét érezhetjük, de fizikailag most nincsen közöttünk. Krausz néniről beszélek, aki az egyedüli halasi holokauszt túlélő, és aki el tudná nektek mondani, hogy milyen volt, amikor éjfél magasságában zögykölöttek a szekerek a 30-as években, ahogy a földekről érkeztek a földművesek, hozták be a piacra a portékáikat, és aztán utána változik ez a perspektíva. Számos író fejedelme a nemzetnek írta meg különböző formában. Volt, aki Josephus Flaviushoz hasonlította, ami történt Magyarországon. Ahogy egykoron Titus Vespasianus, római tábornokok, későbbi császárai az impériumnak elpusztítják a Szent Várost, Jeruzsálemet, és végig kísérhető, hogy hogyan kerül rabságba a megmaradt kevés
Ugyanígy ír Márai Sándor az 1945-ös naplójában, úgy érzi magát, mint egykor Flavius, amikor megírta a nagy zsidó háború történetét. Látja, hogy az ablaka előtt hogyan viszik el a szomszédokat, a barátokat, a pattársakat, a tanárt, és aztán a tollból is kifogyott a tinta, mert már nem lehetett leírni. Azért vagyunk itt, hogy a zsidó hagyomány évezredes tanításából tudjunk megmerítkezni. Ez az időszak, amiben most vagyunk, az úgynevezett Sziván hónap vége és Tammuz hónap eleje. Tammuz hónapban egy különleges dolog történt a zsidó történelemben, amely nem másról szól, mint a jeruzsálemi első és második szentély pusztulása. Ides tova, az első szentély az időszámítás előtti 586-ban pusztítatik el, az akkori Babilón uralkodó által, akit úgy ismer a történelemtudomány, hogy Nabukadonozor, majd több mint 600 évvel később, az időszámítás szerint 70-ben Titus elpusztítja a második szentélyt. Ez olyan tragédiájává vált a zsidó hagyomány eszmetörténeti rendszerének, hogy gyásznappá vált. És azóta, két és fél ezer év óta, itt Magyarországon, itt Kiskunhalason is, és szerte a hazai magyar zsidó hitközségekben emlékezünk és gyászolunk. A holokauszt tragédiája a zsidó hagyomány világlátása szerint örök életet. Ha most 2500 évet tudnánk előrelépni az időben, tessék nekem elhinni, hogy a világ zsidósága hasonlóképpen gyászolná a holokauszt tragédiáját. Emlékezzünk arra, hogy volt egy kor, amikor csizmás lábak tiporták meg a 10 parancsolatot, amikor nem számított, hogy az illető férfi vagy nő, hogy az arca verejtékével keresi a családjának a betelő falatot. Nem számított, hogy világhírű tudós, hogy a korabeli sajtó dicsimnuszokat zengett róla, nem számított, hogy idős vagy gyermek. Valamennyiüknek az életének a vége a gyűlölet által okozott feneketlen gonoszság volt. Azért emlékezünk és emlékeztetünk, hogy a saját életünk során, ha kérdés születik, ami közvetlen körünkben, akkor mindig méltó választ tudjunk adni. És ezekben a válaszokban tudjunk tanítani. És tudjuk jelezni azt, hogy mi az, ami méltó. Mi az, ami támasz az embernek, és mi az, ami nem épít. Ez egy közös felelősség. És ezért a felelősségért ülünk, állunk mi most itt, hogy hitet tegyünk egymás felé, hogy a következő év során is tanítani fogok. Van egy gyönyörű dallama a magyar zsidóságnak, amelyről azt tanítja a hagyomány, hogy Éliáhu próféta adta át. És ebben van egy különleges sor, amely úgy hangzik, hogy mikor lesz az már. És erre héberül adatik meg a válasz, ami a következő képpen hangzik, és ezt mindjárt fordítom ékes magyar nyelvünkre. Se hibáné bészámigdás, amikor felépül újra a szentély, és megtelik Jeruzsálem, akkor lesz az már. Malina Hakami
sok nem romlik. Hám címen ukán vannak, alkan fias kínak. Bemálott kedásim utaharim, lezakár harakia. Meírim umászírim, et nismat achenu kalbet Yisrael, shehom so shenehelmo vashenim. Shemosru nafshom al kedushat Hashem bavur shanu mitpalelim bat haskarat nishmatam beganiden beganiden tehim enukatam lachen balarachamim yasatiram beseter kenachav leolamim veyitzlor bitzlor hachaim et nishmatam Adonai hu nechalatam v'tanuchu b'shalom al mishkavam v'nomar Amen. Németországi Lichtenau mellett működő Fürstenhagen föld alatti gyárából is vannak életmentők. Az egyik túlélő, akit nem kiskunhalasról szállítottak el, de a felszabadulás után ide került és férhez ment, egy énekben idézte fel a munka nehézségeit, amit a társaikkal együtt költöttek és énekeltek, egy ismert magyar nóta dallamára, a legnehezebb pillanatokban is. A túlélő, nagymamám, Krausz Dezsőné, a 20.683-as fogoly. Az ismert magyar nóta, nem vagyok. Néha, így fáj a szívem. Nem vagyok én már az, aki voltam. Lichtenauban fogoly vagyok én. Csak egy szám a nagy fogoly táborban, mindenem a biztató remény. Fájó szívvel, elnehezült testtel dolgoztatnak éjszakákon át. Keservesen kicsordul a könnyem. Úgy érzem, hogy nem bírom tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Nincs igazi otthonom nekem. Idegenben magamra hagyottan nehéz bánat ül a lelkemen. Álmaimban mindig hazajárok. Várnak rám, akiket szeretem. Szürkületkor a munkába állok. Szomorú valóra ér. Gyere, kicsi drágám, add a kezed, most sétálunk egyet. Anya is jön majd szépen utánunk, csak tudod, leszaladt tejért és kenyérért, mert épp most el kapni lehet. Sétálunk egy jót, hogy szép piros legyen a pofikád, és utána jól fog esni majd az ebéd. Nagyi gyúrta hozzá a tésztát,
Anya főzte a rántott leves. Persze, te édes, Nagyi is jön majd, hogy az ő arca is kipiruljon. Anya rögtön a sarkon mellénk szegődik, megyünk le együtt a partra, a rakpartra. Tudod, megnézni a Dunát, csodálni szemben a budai oldal, a fákat, a várat, a Gellért hegyet, azt a sok szép házat, szívbe drága a friss levegő, s látod, ha most itt körbe tekintesz, mindenütt sétálók, apukák, anyukák, nagyik, bácsik, nénik, sok ismerős srác a játszótérről. Mind ebéd előtt egy jó nagyot járnak. Megnézik ők is a kis halacskákat a vízben, orrod előtt a nagy folyóban, a kék Dunában, a napsütésben, Európában, Budapesten, a te szülővárosodban. Kicsi drágám, látod? Talán majd ő. A kicsi Miska lesz a te férjed, aki anyukája kezét fogva lépdelget a Duna felé. Vigyázz, édes, ott egy tócsa, bele ne lép, nehogy a szép kis cipőt sáros legyen. Gyere, Dunát. Látod, ott az a szép híd, ahol dédapukád volt az egyik kőműves, a láncmesterek izmos segítője. Tudod, akik az oroszlánokat oda tették vigyázni rá. És az oroszlán az állatok királya. Tudod, ahogy fekszik és figyel. Mennyi ereje van, és szép, szigorú arca és trázsál, hogy az ember ne érhesse semmi veszély. Ők vigyázzák a híd mindkét oldalát, a pesti és a budai is. Lép ki, édesek, percre a pici cipőtől. Érezd a parányi talpad alatt a kő, finom hűsítő lehelletű. Vigyázz, bele ne essél a vízbe, apu fogja a kicsi keszedet. Veszélyes ám ilyen közel lépni a vízhez. Látod, a bácsik a puskával vigyáznak ránk, és anyura is, aki már ott jön néhány barátnőjével, meg a szomszéd Mancival is. És ennyi volt a mese, ebéd előtt. Meg ennyi volt az élet, édes. Itt, Budapesten, kicsit el. Isten. És most öleljétek meg egymást. Karoljatok össze. Fogjátok meg egymás kezét, és induljunk át a másik partra, ahol béke, és csók várjon benneteket, és mindenki, aki arra sétál. Öleljük a jövőt, és ne öljük a mát. A mi menetünk is ezt bizonyítja, hogy az élet legyőzhetetlen. Induljunk. A legutolsó verset ez év áprilisában kaptam, egy a körünkben helyet foglaló, Kiskunhalason már eléggé közismert, költőnőtől, Monda Margittól. A megemlékezésem mindig elhangzik, hogy emlékezni és emlékeztetni kell. Nem csak az áldozatokra, hanem azokra a jó érzésű emberekre is, akik segítették és mentették a zsidó embereket. Ezért nem szerettem volna idén kiállni veletek szembe, hanem ezzel a verssel, és hogyha meghallgatjátok, akkor rá fogtok jönni azért, hogy miért választottam azt, hogy itt, köztetek, adjak hangot Margit gondolatainak. Monda Margit, emlékezés. Származásuk volt a bűnük, és hogy éltek. Hogy viselői a megkülönböztetés bélyegének. Mellükre tűzve tündöklő sárga csillag, létükért fájdalmas csatát vívtak. Ahogy vonultak, végtelen, hosszú sorba, várva egy emberi, megmentő szóra. Mely nem hangzott el, de helyette volt a gázkamra, mely testüket temette. Arcukra gyászkönnye festett bánatot, gyermek, kit szülője utoljára láthatott. Kinyújtott kezek a semmit markolva,
egymástól, emberi méltóságtól megfosztva. Férfiak, nők, gyerekek és öregek. Fájdalomtól megtört elgyengült tömegek. 6 millió ártatlan halálba űzve, mellükre egy őrült bélyeget űzve. Kiszolgáltatva tébolyult elmének, emberhús szagát ontották a kémények. Ezen a napon rájuk emlékezzünk. Fájdalmas örökség, nem szabad felednünk. Védkükért nyerjenek irgalmat, kegyelmet azok, kik a népirtásért felelnek, kiknek milliók jajszava égett lelkébe. Emlékezzen a világ szégyen teljes tettére. Ne ismétlődjön soha igazság, vezérelje minket emberség, igazság. Hogy enyhülni tudjon a fájdalom végre, váljon egy egységgé a föld nemzetsége. És kik életük kockáztatásával védték őket, az ártatlanul halálba menetelőket. Áldasson nevük, míg ember él a földön, hogy ez a borzalom meg ne ismétlődjön. A mártír megemlékezésünk végén pedig elmondjuk a gyászolók imáját. Kérem, hogy jöjjetek közelebb. Szedálve iszkadás méra bóg, álmádi gyrusszé, vagy emlék már fusszé, vagy ékonus, vagy mikon, hol vészisz rójel, vagy hol visz már kóri bűnű, homén, jöhés méra, vagy bórák már májó izborák, vagy is taba, vagy is boár, vagy is rojna, vagy is nasszé. Vaisador, vaisale, vaisalale, semmede kutsu, rehu. Amikor vi osso, vesi rosso, vizbe osso, nem osso, nem osso, nem osso. Vuhes lomo rabo, mishmai, hajna tajna lehinta, koisa lehinta. Vase shalom imrovam, ja ase shalom alenu, va koisa imru. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy megjelentek. A zsinagóga nyitva van, aki szeretne, itt bemehet.